Szeretettel köszöntök mindenkit az Artnetwork 15. előadásán, itt a Logminben. Nagyon király lesz, mert a három bemutatkozó, illetve előadó közül végre egy olyan lányt mutathatunk be, aki a filmiparban működik, és majd beltekintést láthattok abba, hogy ő hogyan jutott el odáig, ami tök izgalmas. Illetve a srácokat sem hagynám ki, tök jó lesz, hogy ők is itt vannak, és pluszban mondom, hogy mindenki show-off-oljon, akinek van kedve, gyertek bátran. Már csak azért is, mert hogy igazából aki show-off-ozik, az jöhet be garantáltan, tehát biztos, hogy lesz jegye. Úgyhogy ez egy elég motiváló erő, azt gondolom. Nem sok mindent gondoltam most mondani, főleg mert nem vagyok annyira felkészült jelen a helyzetben, de azért azt, amit elárulnék és erre készüljetek, és azért most mondom, és nem az előadás végén, mert most tudtok figyelni. Ugye a májusi előadásra úgy készüljetek, hogy nem itt lesz, hanem a Preziben lesz, és 180 fős teremben leszünk, és azt is elmondom, hogy miért 180 főre kalibráltuk a dolgot. És a következő vendégünk Sean Hargreaves lesz, aki a Avengers filmeknek az egyik konceptese, illetve a Thor 2-n is dolgozott, és még jó pár nagyon híres filmen. Úgyhogy sikerült őt megnyernünk az ügyünknek, úgyhogy ő lesz az előadó, erre készüljetek, és majd izzítsátok a gombokat, amikor foglalni kell egyet, mert szerintem ez egy elég nagy fegyvertény, hogy új előadó lesz. Igazából ennyi lett volna, át is adom neked a szót, úgyhogy fogadjátok szeretettel Kovács Dánielt, úgyhogy tiéd a fást, én meg nyomom a gombokat. Köszi, sziasztok! Hát nem nagyon látszik, de Kovács Dániel vagyok, és mondhatjuk, hogy fantasy illusztrátor szeretnék lenni. Hát úgy gondoltam, hogy kicsi keretet adok az egésznek, és pár apró dolgot belefoglaltam, ami hát, hogy mondjam, tanulságos volt számomra az eddigi pályafutásom alatt, és mindegyikhez így hozzászólnék. Ezek így a legkorábbi munkáim, és hát ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy akkoriban rengeteg kiskaput kerestem, hogy hogyan érdemes megoldani az ilyen problémákat, a különböző anatómia, fények, egyéb dolgokat, és hát mindig egyszerűen inkább csak a rövidebb utat választottam, és fotókat használtam, és nem tanultam, és nem gyakoroltam, és szerintem ez így hosszú évek után lejött, hogy ez nem egy jó megoldás. Tehát érdemes a gyakorlásban nagyon sok munkát belefektetni. Hát igen, ezeken meg is látszik, hogy ilyen-olyan elkerülős módszerekkel oldottam meg pár dolgot. Ez a Gameloft-nál készült első, hát első és utolsó munkáim. Mármint nem úgy... Szóval az elején meg a végén, és a Gameloft-nál annyit tanultam meg, hogy nagyon hosszú az a 8 óra, ami a teljes munkaidős állás, és amikor oda kerültem, egyáltalán nem tudtam mit kezdeni ezzel az idővel, és hát rengeteget csináltam mást, ami nem a munka, mert nem tudtam egyszerűen 8 órában koncentrálni, és ebből csak annyi a tanulság, hogy a Facebookot meg az ilyeneket érdemes kikapcsolni, mert roppant zavaró lehet, meg a főnökök se szeretik. És igazából ennyi, mehetünk. Ezek egy másik Gameloft-os projekthez készültek. Itt pedig azt tanultam meg, hogy a file management és a layer management a Photoshopban rendkívül fontos, mert amikor elkészítesz egy ilyet, ezek sok több száz layerből áll, például mindegyik külön tárgynak van egy adott layere, és hogyha netán valaki változtatásokat kér a végén, akkor lehet, hogy több napodba belekerül, mert rendkívül hülye voltál és össze-vissza csináltál mindent. Szóval a layer management nagyon fontos, mehetünk. Ez a legutóbbi Art Station Challenge-re készült, amivel nem végeztem. Amúgy nagyon szerettem ezt a challenge-et, de aztán hát az lett a vége, hogy az elején megvolt egy hétig egy ilyen flow állapot, és nagyon jól mentek a munkák, minden nap csináltam, tényleg napi 4-5 órát beleöltem, aztán közben jött egy kis sörözés, aztán közben jött egy kis otthon takarítani kell, meg mit tudom én, és ebből az a tanulság, hogy nem fejeztem be egyébként, ahogy az látszik, mert ezek az összes karakternek késznek kéne lennie, és ebből az a tanulság, hogy ha
az ember belekerül egy ilyen inspiráló projektbe, amit nagyon szívesen csinál, akkor szerintem sok olyan dolgot, amivel a munkát el tudja kerülni, és ezzel a flow állapotot megszakítja, ezeket legalább addig érdemes félretenni. Tehát például még a takarítás is zavaró tud lenni benne, pedig az is fontos. Mehetünk. Ez az első, hát az első közötti illusztrációs munkáim, még pár évvel ezelőttről, és itt igazából a freelance ügyfelekkel kapcsolatban mondanám azt, hogy nagyon meg kell becsülni őket, és nagyon nem szabad a határidőket elcseszni. És hát az elején nagyon lusta voltam, rengeteg mindent elrontottam, és az ő esetében mondjuk egy nagyon megértő ember volt, aki hát hál' Istennek ki is fizetett meg minden, de az a lényeg, hogy valószínűleg sokkal tovább dolgozhattam volna vele, hogyha megfelelően betartom a határidőket, és jobban együtt tudok dolgozni vele, és nem a kifogásokat keresem, hogy jaj, összeomlott a layer, jaj, nem működik a file, mit tudom én, tehát ezek kicsit átlátszóak, és így utólag nagyon bánok, hogy ilyeneket csináltam. Következő. Ez egy viszonylag frissebb munkám, 2016-os, és hát ez meg annyi, hogy az embernek érdemes a kompozíciókat megtervezni, mert ez már a harmadik, amit kb. Így kidolgoztam, és megszámlálhatatlan órát elcsesztem vele. Miközben, ha az elején 3 órát ráfordítok, akkor mondjuk lehet, hogy harmad annyi idő alatt végzek vele, és nem... Hát nem a frusztráció miatt állok meg a végén, hanem amiatt, mert örülök az eredménynek. Na hát a következő. Ez 2 újabb, hát hasonló időben készült illusztrációm, és itt egy fantasy társasjátékhoz kellett különböző frakcióknak, különböző csapatoknak illusztrációkat készíteni, és erről pedig annyit szeretnék mondani, hogy ugyanúgy, hogyha egy kar, vagy egy kéz, vagy valami nem jön össze, és ezeken látszik is, hogy sok helyen nem jött össze, akkor nem érdemes vele sokat vacakolni, hanem sokkal egyszerűbb, hogyha az ember kitörli a layert és elkezdi újra. Mert sokkal többet tanul belőle, és ugyancsak harmad, negyed, ötöd annyit pazarol el vele, és a frusztráció szintje se emelkedik borzalmas magasságokba. Jöhet a következő. Ez is ugyanahoz a projekthez készült, kicsit később, 2 másik fantasy illusztráció, és itt pedig az a nagyon fontos szerintem, nem ezeken látszik speciál, csak úgy általában, hogy az illusztrációknak, talán főleg a fantasy illusztrációknak a lelke a karakter, és úgy érzem, hogy sokkal több munkát beleölhettem volna abba, hogy ne kifejezéstelen arccal álljanak ott az emberek, hanem valamilyen fajta kommunikáció, valamilyen fajta történetmesélés legyen a képen, és ne csak ez az unott semmilyen fej, ami nem feltétlenül fejezi ki azt, amit én el szerettem volna mesélni. Ez a kettő ugyanahoz a projekthez készült, és talán ez a legfontosabb az egészben, hogy nem szabad félni attól, hogy kikérjük a jobbak véleményét. Mert mindig benne van az emberben egy ilyen kicsit, legalábbis bennem, egy ilyen gondolkodás, hogy ezt egyedül kell megoldani, mert úgy lesz igazán az enyém, és úgy lesz igazán jó, hogyha én ezt tényleg vérrel verejtékkel megcsinálom. Miközben, hogyha netán megkérdezek egy profit, aki mond róla 2 szót, akkor lehet, hogy megoldja az összes problémámat a képpel, és sokkal gyorsabban tanulom meg azt a hibát, amit 10-20 órákon keresztül magam szenvednék át ehelyett. Ez pedig pár ilyen kísérletezősebb kép az elmúlt évből, és itt pedig talán az a fontos, hogy mindig érdemes új módszerekkel kísérletezni, mert az ember könnyen beleragad ugyanabban a workflow-ban, ugyanazokban a színekben, ugyanazokban a kompozíciókban, és itt egy nagyon kedvenc fantasy illusztrátorom, aki tudom mondani, Peter Morbacher munkáit néztem, és az ő workflow-ját, és nagyon sokat csinálja azt, hogy fekete-fehér képeket, gradient mappekkel színez nagyon érdekes módon, és itt ezeket próbáltam kipróbálni. És
és a következő kép is igazából erről szól, hasonló koncepciók, és szerintem egy nagyon érdekes és nagyon gyors és nagyon élvezetes módszer, ami, hát ami nekem nagyon bevált, majd a későbbiekben még kísérletezek vele. És megint fekete betűk. Nagyjából ennyi voltam. Itt a social linkjeim vannak, de nem fontos, nem érdekes. Majd megkerestek, így van. És hát nagyjából ennyi lenne az előadásom. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és nagyon sok sikert kívánok nektek a munkátokban és a karrieretekben. Köszönjük szépen, hogy eljöttél! Most pedig Jäger Attila következik. Hát én főleg sziasztok. Én úgy válogattam most a munkáimat, hogy tehát még eléggé kötődök a ceruza, torrajz, tusrajzokhoz, viszont már a, hát így a digitális technikákba is próbálok tanulgatni. És hát ez egy ilyen olasz képregénynek a magyar kiadásába készült. Ez a... Igen, kicsit gyors. Tehát ez egy sima tusrajz, ez a, egy ilyen olasz fumetto, a Diendo. Szóval itt láthatjátok a sima tusrajzot, itt pedig hát találtam egy ilyen kis filtert Photoshopon, ami hát pont az én ilyen aprólékos vonalkázós technikámhoz illik, ami hát egy kicsit így megnyújtja a vonalakat, így elmosódik, és hát kicsit ilyen, tehát ezt az örvénylő hatást még jobban el tudom érni. Akkor ugorhatunk is. És akkor utána ezt még végül is ki is színeztem digitálisan. Mehet a következő. És akkor végül is itt is picit össze lehet hasonlítani, hogy az eredeti tusrajz az egy ilyen szálkásabb látványt ad, ez meg már egy kicsit, hát nem tudom, talán ilyen bangogosabb. Következő. Itt pedig, hát ez egy ilyen deszkára rajzolt figura volt, ami hát ugyancsak egy ilyen analóg technika, ugye, sima filcrajz, amit utána befotóztam, és akkor lehet a következő. Aztán be lett vektorizálva kicsit, utána kiszíneztem, és akkor még Photoshopon pecegtettem kicsit. Következő. És akkor utána így deszkalap grafikákként ezeket is fel lehet használni, úgyhogy pont ilyen bezáródik a kör, hogy deszkáról indult a rajz, és deszkán végződik. Akkor már a következő. Ez egy ilyen képregényhez készült. Itt ez egy sima ilyen golyóstól rajz, és itt megint az említett, ez a ilyen kis filteres, oly filteres Photoshop effekt rajta, és utána kezdtem el színezni. Következő. Itt kicsit jobban fel van nagyítva, hát itt megint ez a szálkásabb tollrajz, itt szépen már elmosódottabb, és akkor a színes verzió. Következő. Itt pedig, hát ezek is ilyen tanulmányok voltak igazából. Tehát ugyanaz a pókember rajz, színeszteruzával, tollal, ceruzával, golyóstollal, stb. És következő, és ezeket elkezdtem színezgetni, és a layereket variálgatni, igazából ez is csak egy ilyen tanulási folyamat volt, hogy mit, hogy lehet kombinálni. Következő, akkor ez megint egy ilyen kis szálkásabb tusrajz, amit következő. Ez egy ilyen sima golyóstólra, ez pedig hát abból, amit tehát ebből a Photoshop-val csináltam ezt a kicsit elmosódottabb örvénylő kompozíciót, és akkor itt pedig beraktam a rajz mögé, meg még átfestettem narancssárgára vonalakat.
És akkor a következő, ez már meg egy kis 3D. Hát ez egy ilyen sima zébrásban összehozott kis absztrakt szoborszerű valami, és a következő ilyen meg lehet nézni, hogy hát itt van ez a figura, és végül is egy ilyen szóbuporékszerűen jön ki belőle ez az absztrakt ilyen vízió. Itt igazából azzal kísérletezgettem, hogy hogyan lehet összehozni ezt a két nagyon eltérő technikát. Ugye necces kicsit, mert hát nagyon eltérő, és hát könnyen ilyen gicsbe, vagy nem is tudom, így, tehát nem nagyon élik össze, de mivel annyira eltérő, hát két nagyon eltérő világot tud képviselni, úgyhogy magával ezzel a gondolattal is el lehet játszadozni. Következő, és hát ez pedig a kivágtam egy ilyen kis textúrát az egyik rajzomból, gyakorlatilag ez a tusrajz, ez a szálkázós, vonalkázós tusrajzom. És akkor a következő, csináltam egy ilyen kis pókicát 3D-be, következő, és itt pedig azt próbáltam hát kísérletezgetni, lehet, hogy inkább a következő jobban látszik, hogy magára, a modellre húztam rá a tusrajzaimat, tehát azt a szelőben, amit mutattam, azt a vonalkázós textúrát, a magára a 3D-s modellre húztam rá, és hát valamiféleképpen a magát a 2D-s rajzaimat próbálom most 3D-be így átültetni, hogy kicsit azt a rajzszerű látványt adják vissza, mint a 2D-s tusrajz, de mégis már 3D-be, vagy hát 2,5D-be. És ennyi volt. Köszönöm szépen! Sziasztok! Addig bemutatkozom. Kedves Évi vagyok, jelenleg Etyeken a filmstúdióban dolgozom látványtervezőként. Eddig a jelmezés részlegen voltam, de a héten kezdtem az Art Departmentben, ahol a helyszínekkel és a járművekkel foglalkozom. Tehát én eddig az Etyeki munkám előtt a Digic Picturesnél dolgoztam 3,5 évig, és onnan kerültem be Etyekre, úgyhogy meghívtak egy produkcióba. Ez amúgy az élőszereplős Halo TV sorozatnak a 9 részes sorozata. Főállásban konceptárpiszt vagyok, és mellékállásban, hogyha van megrendelés, akkor szoktam medpainteket is csinálni. Egyébként Etyek mellett főleg könyvborítókat, lemezborítókat és egyéb ilyen illusztrációs munkákat csinálok. És akkor hogyan is jutottam el idáig? Ez egy nagyon, hát nem hétköznapi és nagyon hosszú tanulási folyamatnak az eredménye. Egész gyerekkoromban folyamatosan rajzolgattam, és folyamatosan álmodoztam, ami főleg akkor nyilvánult meg, amikor valamilyen tevékenységre, mondjuk a tanulásra nagyon rá kellett volna koncentrálni, és hát az Évinek sosem ment, mert inkább rajzolgatott, vagy valami más csinált, álmodozott. Ezek miatt rögtön a szüleim felismerték, hogy hát ez így egy eléggé extra eset lesz, úgyhogy rögtön beirattak különórákra, a rajztanárhoz jártam, és minden szabadidőmben, ami volt, rajzolgattam. És ezeken a rajzórákon, külön rajzórákon megtanultam még csak ceruzával az alapokat, perspektíva, anatómia, és egy nagyon minimális színhasználat. Azért nagyon minimális színhasználat, mert eleinte ugye, amikor így hát az ember saját büdzséből dolgozik gyerekként, nem nagyon van pénze festékre, csak papírra meg ceruzára, úgyhogy az első 3-4 évben csak ceruzával rajzoltam. Főleg másolgattam a kedvenc meséimnek a főszereplőit, és hát azt rajzolgattam le, amit láttam, vagy amit elképzeltem. Mehetsz egyet, Marci? De persze. És ezután jött, kicsit később, már ilyen gimnázium első 1-2 éve, amikor nem csak meséket másolgattam, hanem fotókat is. Ezzel biztos találkoztatok, mert volt mostanában ez a jobb agyféltek és rajzolás, azt hiszem elég sokat hirdették az interneten. Az, amikor még ezt én elkezdtem, 2007-2008-án, akkor még nem voltak ilyen tanfolyamok, csak az internet és az interneten lévő sok lelkes ember, akik ezzel próbáltak minél több mindent megtanulni, és minél hát több hírnevet szerezni, hogy esetleg pénzt keressenek azzal, amit csinálnak.
és akkor még nem voltak tanfolyamok sem, leírások sem, tutoriálok sem, csak az internet, és akkor letöltöttük a képet, leültünk, és olyan 30-40 óra alatt összehoztunk egy ilyen képet, és akkor vártuk, hogy mi a visszajelzés, és hogyha nem jött visszajelzés, akkor az azt jelentette, hogy nem sikerült valami jól a munka, és akkor kezdtettük bele a másikba. Tehát én így tanultam meg ezt is, hogy csak az internetes visszajelzésekre tudtam hagyatkozni, mert az, ahol én felnőttem, és ahol ezt tanultam, tehát így a közvetlen környezetemben senki más nem csináltam, úgyhogy nem volt kitől kérdezzek, és nem volt kitől tanuljak, csak az internetes ismerőseimtől. És hát, ezzel elég sokat foglalkoztam, ezzel egy 2-3 év az így elment, semmi mással nem is foglalkoztam. Nem is volt rá lehetőségem, mert ugye csak papír volt, meg egy ceruza. Úgyhogy ez egy elég jelentős szakasza az én tanulási folyamatomnak. És az a jó, hogy noha nem tűnik olyan hasznosnak, mint egy full egyedi látványterv, amit Photoshopban rak össze az ember, ezekben a munkákban tanultam meg a rendezett munkavégzésnek a menetét. Tehát amikor van egy munkafolyamat, és azt rendesen végigcsináljuk. És néha lehet tőle térni, de hogyha megvan ez a fegyelem, hogyha én elkezdek valamit, és azt bizonyos időn belül be kell fejeznem, az később is jól jön. Tehát ez nagyon fontos, főleg amikor az ember megrendeléses munkákat csinál, mert azzal tudsz igazán könnyen, stabil megrendelőket szerezni, ha ugye időre befejezed azt, sőt, nem csak hogy időre, még előtte befejezed azt, amit elvállaltál. És ezeket én itt tanultam meg, amikor ezeket csinálgattam, hogy bizony egy munkafolyamaton akarsz végig csinálni, és akkor. És akkor elkezdtem a portrémásolás után egy kicsit így kifutottam belőle, meg már annyira nem érdekelt, nem, egy idő után már nem mozgatott meg annyira, hogy ebben megint kihívás lesz, úgyhogy akkor váltottam, és akkor elkezdtem tájképeket rajzolni ceruzával, meg tollal, meg ilyenek, és akkor azt is elég sokáig csináltam. Itt ugye még nem volt, egyáltalán nem volt számítógépes festészet az életemben, mert nem volt olyan jó gépem, amivel érdemes lett volna a Photoshopban, mert olyan kis gépünk volt így hármunknak, tesónknak, amin hárman osztoztunk, ami hogyha benyitottam egy Photoshop fájlt, és az mondjuk nagyobb volt egy HD képnél, és már 5 réteg volt rajta, akkor az már megnyekkent, tehát azért így nem nagyon lehetett dolgozni. Úgyhogy az teljesen esélytelen volt, maradt a ceruza, meg a papír. Ja, és persze egérrel lehetett csak dolgozni, mert nem volt még rajztáblám, mert nem volt rá ugye büdzsé. És akkor 2010-ben megkaptam az első digitális rajztáblámat, amit nem én vettem, hanem a mecénásom, a nővérem, meghitelezett nekem egy rajztáblát, amivel én alkothattam. És olyankor még azért a harc ment a számítógépes időért, mert ugye hárman osztottunk rajta, de már volt rajztáblám, úgyhogy elkezdtem a kis tanulási folyamatomat így a digitális világban, amit egy iskolai újságos illusztrációval kezdődött el igazán. Ez volt 2010-ben. Egy novellát kellett illusztrálni, azt látszik, hogy rajta van a DeviantArt-os vízja, mert már nem is találtam meg a saját gépemen, úgyhogy azért elnézést kérek, csak a DeviantArt-on van fent. Itt egy oroszlános kez, az egész kézzel van festve, azért itt a kezdeti száncsapások szerintem látszódnak a munkán, és akkor utána jött egy DeviantArt-os challenge, ahol lehetett volna nyerni egy vakomtáblát, de hát ugye nem voltam elég profi ahhoz, hogy megnyerjem, de nagyon jó volt így annak, hogy kipróbáljam magamat, hogy mégis mennyire tudok majd érvényesülni ebben a dologban, és akkor ott már van benne egy nagyon picike metpaint, még csak nagyon a háttérben, meg nagyon visszafogottan, de a háttér az már fotóból van, és akkor szépen lassan haladtam előre, és egy évvel később már sikerült egy olyan képet összerakni, amit ugyan a figura fotó alapra készül, de ez teljes mértékben perspektívával kiszerkesztett festés. Ebben fotó, mármint olyan fotó, ami ténylegesen ott maradt a képen nincsen, tehát matte-paint nincsen benne, csak festés az egész, hát ugye a Tron, a 2010-es Tronnak a hatása. Elég sok képet festettem azután a film után, mert eléggé inspiráló alkotás lett szerintem. És akkor ezt is szép lassan elkezdtem, ez még nagyon nehéz volt. Itt ugyancsak nem volt semmilyen szakmai ember közelemben, akitől kérdezhettem volna, úgyhogy a tanulási film az úgy nézett ki, hogy feltöltöttem az internetre, és ha sok komment jött meg sok lelk, akkor fú, valamit jól csináltam, és ha meg nem jött semmi, akkor hát akkor visszaülök az asztalhoz és megpróbálom még egyszer valami mással, mert akkor valamit elrontottam. És ez így ment még 2-3 évig. De szép lassan, kitartással, meg nagyon sok idővel, amit úgy nyertem magamnak, hogy a gimnáziumot azt úgy próbáltam végigcsinálni, hogy
mindent megtanultam ott, a lehető legtöbb mindent, megírtam a leckéimet, órán, mit tudom én már, mikor kiadták a házit, már elkezdtem én, mielőtt vége lett az órának, és utána rohantam haza, hogy minél több időm legyen rajzolni, és nem csak hétköznap este, de még hétvégét is végignyomtam, úgyhogy 8 órákat ültem a gép előtt, hogy minél többet tudjak rajzolni, mert igazából akkoriban semmi más nem érdekel, csak hogy rajzoljak, és hogy majd egyszer bekerüljek a filmek világába, mert az egész úgy kezdődött el, 2006-ban megvettük a Star Wars harmadik részét, és volt hozzá 6 órányi extra. És abban a 6 órányi extrában én láttam, hogy hogyan tervezik a filmeket, hogy dolgoznak a matte painterek, és hát akkor ott igazából eldöntöttem, hogy mi lesz, csak ugye még végig kellett menni az úton, el kellett tesztelni azt az utat, hogy belőlem tényleg filmes látványtervező legyen, és ez tartotta bennem a lelket minden egyes hétvégén, vagy péntek este, amikor a gép előtt ültem és rajzoltam, ahelyett, hogy mondjuk elmentem volna bulizni. És az Viminek az első 4 éve az így ment végig. Mehetünk tovább. És na igen, 2012-ben már elkezdtem matte-paintelni, de itt is ugye teljesen magamtól, már volt internet, meg voltak már kis követőim is, tehát meg már nagyon felfedeztem pár embert magamnak, akiket érdemes figyelni, a munkáikat, hogy hogy dolgoznak, ők is vittek előre. És akkor elkezdtem a matte-painteléssel komolyabban foglalkozni, iskola mellett, ugye. És akkor ez volt az első olyan komolyabb munkám, amire már azt lehet mondani, hogy itt minden fotó alapú. Tehát itt csak overpainting van rajta, egy pár csúcsfény, meg árnyék, de ez az egész fotókból lett összerakva. Na és akkor ugye közeledett az érettségi, és mivel nagyon nem szerettem tanulni, ezért az érettségi szünetem az úgy telt, ugye egy hónap, azt hiszem egy hónap volt, hogy minden olyan kifogást megtaláltam magamnak, hogy ne kelljen tanulni, úgyhogy ezért is csak minél többet ültem a gép előtt, és akkor elkezdtem nagyon-nagyon komolyan ráfeküdni arra, hogy hogyan kell profin bevilágított és profin komponált képeket csinálni, csak fotókból. Ezen sincs semmi festve, ez több száz rétegbe lett összerakva, minden egyes kis növény és bokor, a háttérben minden egyes fa külön fényképről volt összerakva. Egyébként az érettséginél még azt kell elmondanom, hogy én jelentkeztem a MOMÉ-ra 2012-ben, csak a MOMÉ-ra jelentkeztem. 3 helyem az úgy lett kioffal volt, csak egy helyre adtam be a jelentkezésemet, és el is jutottam a második körig. Ez is benne volt a mappámban, a felvételi anyagban, de hát a második körön nem jutottam tovább, és akkor én már tudtam áprilisban, hogy én nem fogok egyetemre menni ugye szeptembertől, úgyhogy az érettségének azért is mentem úgy, hogy jó, akkor ezt most becsületben megcsináljuk, mert azért úgy nőttem fel, hogy tehát az én családomban 2 mérnök szülővel azért elvárás volt, hogy egy normális érettsége legyen az embernek, még úgyis, hogy nem fogok egyetemre menni. És ezzel úgy elfogadható szintre összehoztam, de hát minél kevesebbet próbáltam azzal is foglalkozni, minél többet tudjak rajzolni. És hát a nyarom az arra ment rá, hogy tudtam, hogy csak OK-s képzés lesz ebből, és nagyjából meg is találtam, hogy Budaörsre fogok menni az IH-be, mert ott volt animációs szak, és viszonylag közel volt hozzánk. És a nyáron ezzel a tudattal egészen nyugodtan tudtam rajzolgatni egész végig mindenfajta feszültség nélkül, hogy mégis mi lesz velem. Tudtam erre koncentrálni, és akkor elég sok mindent megtanultam. Ez a képem amúgy, ez akkor nyáron készült el, augusztusban talán. Ez a mostanáig sikerült egyik leghíresebb munkám, mert ez bekerült a 3D totálra, megkaptam érte az Excellence Award-ot. Ez azóta se sikerült egyik képen már sem, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy mérföldkő volt, és ebből aztán a 3D totál rendelte egy tutoriált, amit el tudtok olvasni. Fent van még mindig a neten. És hát igen, elég sok like-ot kapott, úgyhogy tudtam, hogy valamit jól csináltam. Na és akkor elkezdődött szeptember, elkezdődött az iskolai, életemben először tanultam olyasmit, ami tényleg érdekelt is, és ezért tényleg oda tettem magamat. Animációs szakra vettek fel, és elkezdtünk itt színűben foglalkozni figurarajzolással, szabadkézi rajzol, meg úgy alapvetően a filmes alaptechnikákkal és a mozgatással, amivel eddig még sosem foglalkoztam ilyennel. Rengeteget krokiztunk, megtanultam az After Effects-et, a Flash-t,
meg rengeteg olyan programot, amit most már nem használok, de viszont a mozgásra egy csomó olyan dolgot megtanultam, tehát ahogy animálni kellett a figurákat, amiktől később képeim sokkal dinamikusabbak tudtak lenni, mert már úgy raktam bele a karaktereket, hogy már tudtam, hogy mit akarok pedig elmondani, és tudtam, hogy ezt hogyan kell elhelyezni őket a képen. Itt első évben voltam, hogy az OKS képzés általában 2 évesek, ez egy 2 éves képzés volt, de én meguntam így az első év után, és átmentem inkább a második évre fotószakra. És itt különbözeti vizsgákkal megcsináltam 1 év alatt a 2 évet, és közben megtanultam a filmes szakmának az alapját, a fotográfiát, hogyan fotózzunk le egy adott tájat, hogyan fotózzunk le egy embert, hogyan világítsak be egy szobát, hogyan világítsak be egy embert, és hogyha van egy adott képarányom, abban hogyan helyezzem el azt a tájat, amit én szeretnék megmutatni. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha filmes munkákat szeretnétek, annak az alapja mindenképpen a fotó lesz, mert lefelé kell fényképezni valóságban. És hogyha valóságban le kell fényképezni, akkor annak megvalósítatónak is kell lennie, tehát akkor már eleve úgy kell tervezned, hogy ezt meg tudják építeni. Összeérik az egész tervezési folyamat a megvalósításra. És ami nagyon fontos, hogy ez akaralöketet adott a konceptes gondolkodásmódomnak. Ezek után, hogy elvégeztem az iskolát, teljesen máshogyan álltam hozzá magának a látványtervezésnek, mert már pontosan tudtam, hogy hogyan komponáljak, milyen kompozíciós elvek vannak, hogyan világítsak, már nem csak én esetleges volt az, hogy hogyan világítok be egy helyszínt, mert az elején még úgy dolgoztam, hogy volt egy nagyon halovány elképzelésem arról, hogy hát mit szeretnék csinálni, egy naplementés jelenet, kastélyal, de egy ilyen eléggé adhok módon raktam össze a dolgokat, és mikor itt végeztem, akkor egy olyan fajta tudatosságot tanítottak meg nekem, amitől egyszer sokkal gyorsabban dolgoztam, és sokkal látványosabb eredményeket tudtam elérni ugyanannyi munkával. És az első komolyabb munkámat még iskola mellett kaptam, akkor már volt egy minimális portfólióm, főleg a Behance-on voltam így jelen, és ott is talált meg egy magyar hátteres kivitelező, és meghívott egy német animációs filmnek a hátterfestő csapatába, ez volt 2013 februárjában, és az iskola mellett elkezdtem háttereket festeni, és akkor egy tipikus munkanapom az úgy nézett ki, hogy 9-5-ig iskolában voltam, és majd hazamentem, és 8-tól évfélig vagy hajnali egyik még festettem a háttereket. Ezt így 7 köznap, és hétvégén ugye simán csak mit 8-tól 6-ig. Hát egy nagyon nehéz 2 hét volt, mire felvettem azt a fonalat, ugye a hiperrealizmus után, hogy ez egy rajzfilmes, vízfestékes, festett dolog ez az egész. És mire úgy tényleg belejöttem, az volt egy 2 hét és egy-két háttér. Amik annyira nem lettek szépek, azokat nem is raktam be ide, ugye a bemelegítő munka. De ez volt a fő szekvencia, amin én dolgoztam, és ebből csináltam majd 15 háttert, és ez a projekt kitartott július végéig, úgyhogy februárban elkezdtük, július végéig. Igen, és ezt a szakvizsga alatt és az iskola alatt csináltam tanulás mellett. És akkor már elkezdtem pénzt keresni. 2014-ben végeztem a fotószakon, leszakvizsgáztam, és hát nyáron volt akkor a szerencsém, hogy beajánlottak a Digic-nél egy próba lehetőséget kaptam, medpainternek szerettem volna oda menni, addigra volt már egy csomó medpaint a tartsonyban, csak még egy sem produkciós munka, hanem ilyen szabadidős cuccok, és akkor kaptam egy próbamelót, amire volt egy 2 hetes határidőm, aki jelentkezett már a Digicbe medpainternek, azt tudja, hogy ennek van egy nagyon alap 3D alapja, és akkor kapsz hozzá egy leírást, hogy mit szeretnének látni. És én ezt a jó kis téli tájképet kaptam, jó sok hóval, sziklával, és hát volt rajta egy kevéske overpaint is, mert tiszta szürke az egész modell, tehát fel kellett javítani a textúrákat, minden. És akkor ezt láttam, ez volt ugye 2014-ben, és mondták, hogy nagyon jó meg minden, de hogy ők most nem keresnek embert. És akkor úgy voltam, hogy jó, hát mondom, legalább megvolt ez a lehetőség, és akkor ugye ez volt augusztusban, igen, augusztus közepén. És hát akkor jött, hát mennyi? 8 hónap, hát keresgélés. Gondolom, ez nem egy egyedi eset, biztos sokatnak ismerős, hogy amikor így kijössz az iskolából, és
tudnál dolgozni, szeretnél is dolgozni, csak hát nem tudod, hogy hol keresd a munkát, vagy hogy a munka hogy fog megtalálni téged, és akkor ilyen kisebb melokból tartottam fenn magam. Ez ugye egy nagyon, hát nagyon nehéz időszak az embernek, míg elhelyezkedik. Próbára tett engem is, de aztán 2015 márciusában, tehát 6 hónap vagy fél évvel később, jött a telefonhívás, otthon ültem, és hívás a Digicből, hogy akkor felszabadult egy pozíció, és hogy tudnék menni a héten interjúzni. Mondtam, hogy persze, hogy tudnék menni, és akkor megmondták, mikor, hol. Igen, nézzünk oda. És akkor megkaptam a második próbakörömet, ami már konceptelésre ment rá, tehát már nem megpénternek, és akkor megkaptam ezt a kis jelenetet, és mondták, hogy kétféle hangulatot kell varázsoljak, két hét határidő, és akkor megcsináltam, visszaküldtem nekik, és hát a bűvös telefon megérkezett, hogy oké, és akkor beszéljük meg, hogy mikor tudok kezdeni, és hát onnantól kezdve véget értek a nehézségek, és akkor június 1-én kezdtem, 2015. június 1-én kezdtem a cégnél, és ez tartott 3,5 évvel későbbig, és hát úgy örültem, mint hát nem tudom elmondani, nagyon-nagyon-nagyon nagy boldogság volt, hogy úristen, végre elkezdődik a profi karrierem. Ma, akkor már majdnem 10 éve gyakoroltam, és csináltam a dolgokat, hogy majd egyszer talán bekerülök, és hát ez sikerült is. Hát az ilyen nem is tudom, hogy mondjam el, ilyen mágikus első hónap, amikor így a rózsaszínköd az ott van, és így fú, úristen, de szuper, minden nap úgy maradtam ott, hogy izé, akármit, csak itt maradhassak még 5-10 évig. És akkor megkaptam az első rendes olyan projektet, amit az elejétől én koncepteltem végig, és ez volt az Assassin's Creed Syndicate-nek a, hát a kés, én csak késes thrillernek hívom, ez egy tévészpot, majd megnézitek a neten, ez arról szól, hogy a csávot üldözik a kések, így folytna jönnek ki a földből, és akkor ez egy ilyen rémálom cucc, és akkor az első legbüszkébb munkám, ez a végén van egy jelenet, egy shot, ahol ott néznek nagyon keményen így bele a Londonba, és akkor leugranak a háttér, és akkor azt kell kitalálni, hogy nézzen ki mégis, milyen legyen a hangulat, hogy mennyire legyen borús, meg hogy ott látszódjanak a füstölgő kémények a háttérben. És hát erre volt aztán másfél napom, és hát nagyon örültem neki, nagyon ki lett faszázva, mert nagyon ki lett dolgozva, mert azért mégis csak villantani kellett. Ezt majd kérek sikorban. Na és akkor utána szeptemberben elkezdtük az Uncharted 4-nek a tévészpotjait csinálni, és azt kell tudni, hogy akkor még csak én voltam a cégnél, egyedüli konceptes, úgyhogy minden ilyen munka az így rám hárult, és ezek azért készültek el fekete-fehérben, mert hát nagyon gyorsan kellett megcsinálni. Hát egy konceptre volt 4 órám. És akkor ez már a verzió, 5-ös verzió, ez már a legvégső verzió, az első az sokkal vázlatosabb volt. És hát ez egy ilyen jutalomprojekt volt, mert egy az, hogy Amerikában ezt a Star Wars 7 előtt játszották a mozik, tehát ezt eleve oda rendeltük, 4K-ba lett rendelve, és az egésznek a hátterét azt én találhattam ki, hogy hogyan nézzen ki, meg a fényeket is nagyjából én találhattam ki, hogy hogyan essenek. Ugye az meg volt adva, hogy itt most majd ugrik a Drake, és akkor ott lőnek rá, meg hogy elejti ezt a pénzérmét, meg hogy ott vannak a gonoszok, de úgy a hatást, meg azt, hogy azt a romot például én berakhattam saját magamtól, és akkor leokésztek, hogy akkor jó, akkor legyen az a romot, mert ez tök jól néz ki, hogy a barlangban még ilyen gótikus romok is vannak. Ez egy nagyon nagy kedvenc projektem volt ott. És utána jött egy még izgalmasabb projekt, a Final Fantasy mozifilm, egész estés mozifilmnek a battle sequence-ét, a kezdő harc jelenetét csinálta. Ennek az előkészületes munkálatai 2015. novemberében kezdődtek, és ez volt az első kép, ami a projekthez elkészült. Nem tudom, látta-e bárki is, ez egy ilyen nagyon mágikus harc jelenet, ahol megidéznek egy rohadt nagy örvényt, és akkor az örvény mindenkit felszippant, kivéve a főszereplőket, meg néhány gonoszt, de amúgy az a nagyon nagy fóri neki, hogy az összes ilyen gonosz bogarat mindent felszippant, és akkor ahhoz kellett ilyen látványterveket csinálni. Egy ilyen nagyon sötét, nagyon effect-heavy csata jelenet. És ez tartott szerintem márciusig. Fél év volt a koncepteli sajta majdnem. Olyan bonyolult volt, olyan sok mindent ki kellett találni, pedig csak 8 perces a jelenet. És akkor ez már kicsit később, ez 2016-os vagy 17-es, azt hiszem. Egy kicsike szelekciót hoztam a kedvenceimből, meg amit ugye persze megmutathattam. És ez azért érdekes szerintem, mert ez a Gwent kártyajátékhoz készítettünk egy spotot, ami félig volt CG, tehát ilyen realisztikus,
Félig meg ilyen festői animáció, és én a realisztikus részén dolgoztam. És az volt a feladatom, hogy kitaláljuk, hogy hogyan is néz ki majd ez a kocsma tök jól. Tehát, hogy hogyan legyen szépen a világ, hogyan legyen hangulatos, tényleg középkori, téries, tehát hogy tudjuk, hogy kint hideg van. És akkor erre készült két verzió, és tök jó, mert ezt a két verziót így egymás mellé rakva látszik, hogy mennyivel más hangulatot kelt egy kicsikét melegebb, ablaktalan helység, sokkal füllettebbnek tűnik, mint az a másik a felső, ahol inkább hidegebb, még a sárga is kicsit hidegebb, és ugye a beszűrődő kékes fény az meg egyáltalán úgy megdobja, hogy ez egy téli jelenet, hogy tök jól néz ki, mindkettő tök jól néz ki, de tök más vagy. Ez az egyik kedvenc munkámon van. És akkor a Digic mellett 2016-ban, biztos hallottatok róla, volt egy ILM Art Department Challenge, ami egy elég komoly lehetőség volt, mert az ILM-es art direktorok nézték meg az összes embernek a munkáját, aki indult, és csak ezért döntöttem úgy, hogy bevállalom munka mellé ezt a challenge-et, mert hát az egyik nagy álmom az, hogy majd egyszer az ILM-nél dolgozzak, nem feltétlenül Star Wars-on, csak valami projekten az ILM-nél, mert nekem az így a top, így a szakma teteje. És akkor beneveztem a challenge-re, 4000-en indultunk első körben, és az első két feladat, az első körben az két ilyen kulcskockának a megtervezése volt, ami egy ilyen, hát ilyen szakzsargon, de nagyjából azt jelenti, hogy a jelenet, tehát úgy illusztráljuk, hogy rajta vannak a főszereplők, és a legtöbb, ami látszik a helyszínből. Tehát, hogy nagyjából lássuk, miről van szó. Ezek ilyen nagy totálok. Filmekben is mindig az új jelenteket nagy totállal kezdik, hogy lássuk, hogy hol vagyunk, mit tudom én, szoba, erdő, mindegy. És akkor úgy nézett ki egy tipikus munkanap így a challenge mellett, hogy 9-től 6-ig dolgoztam a Digicben, aztán rohantam haza, hogy tudjam csinálni ezt olyan 8-tól 11-12-ig, hogy meglegyenek a képek. És akkor ez ennek kapcsán megmutatom, hogy hogyan is rakok össze egy képet most már, hogy ugye van egy pár év szakmai tapasztalatom. Hát az első nagyon fontos rész, tényleg nagyon fontos, hogy ha csak nagyon vázlatosan is lerajzoljuk, hogy mit akarunk látni. És nagyon fontos, hogy ez képarányban legyen. Tehát, hogyha azt a négyzetes képet akarok csinálni, akkor négyzetes skiccen kell jól kinéznie már a ceruzarajznak is. Tehát jól kell elhelyezni az elemeket. És nagyon fontos, hogy én mindig úgy dolgozom, hogy a kép, amire ránézek, és amit csinálok, az egy mondatot mesél el. Például ott vannak a katonák, és megtalálták a birodalmiak bázisát. Ott van az a két kis evok, összetalálkoztak két birodalmival. Ezek mind egyszerű üzenetek, és ezeket az egyszerű üzeneteket tökre jól meg lehet mutatni egy-egy képkockában. Az a lényeg, hogy én sosem bonyolítom túl, hogy ilyen sok mindent akarok rárakni a képekre. Mindig nagyon egyszerű kompozíciókon gondolkodom, mert azt sokkal erősebben meg lehet csinálni, sokkal jobban tudod vezetni az emberek figyelmét, hogyha egyszerűbb mondatokban beszélsz képekkel. Na és akkor, hogyha megvannak a skiccek, mindig csinálok egy fekete-fehér, nagyon-nagyon vázlatos ilyen elrendezést, és ezzel lecsekkolom, hogy tényleg működik-e az, amit elképzeltem, mert hogyha fekete-fehérben működik nagyjából, akkor a színekkel is működni fog. Viszont hogyha úgy érzed, hogy színekkel működik, és lehúzod róla a színeket, tehát átragad fekete-fehérbe, és nem annyira jó a dolog, akkor az ott leesik. Tehát úgy lehet ellenőrizni, hogy jó a kompozíció és jók a fények, hogyha fekete-fehérben is működik, és színessel is működik, és ezt a fotón tanultam meg. Nekünk ott azt mondták a tanárok mindig, hogy csekkoljuk le a fényképeket, és ha valami csak fekete-fehérben működik, de mondjuk színekkel nem jó, akkor ott valami a szín, tehát akkor azt rosszul komponáltuk színekkel, viszont hogyha úgy érezzük, hogy színekkel működik, és lehúzzuk a színeket, és egy ilyen nagy katyvasz az egész fekete-fehérben, akkor, vagy most ezt fordítva mondta, szóval az a lényeg, hogy ellenőrizzétek le, hogy fekete-fehérben is stimmeljen, úgyis erős legyen a kép, úgyis stimmeljen a kontrasztot így lehet ellenőrizni, és a mondandót is, és a képkitöltést. Nagyon fontos az egész kompozíciót, fekete-fehérben kell megcsinálni. Utána lehet hozzáadni a részleteket, a színeket, a füstöt, a napfényt, a mindent. Csak ez stimmeljen. És akkor mondjuk. Na és utána jön a nagyon fontos rész, hogyha matte-painttel szeretnétek foglalkozni, fel kell építeni egy rettenetes nagy képbázist otthonra, egy nagyon nagy képtárat. Nekem kb. 70 gigányi képen van otthon, elrendezve szépen téma szerint. Ez egy olyan fajta bank, amiből bármikor lehet csemegézni, mi az, amit én látni akarok.
mi az, amiből én dolgozni akarok, és mi az, amit csak arra használok, hogy inspiráció legyen arra, hogy milyen képeket keressek. Én külön szoktam keresni referenciákat a napszakra, amit meg akarok csinálni, külön a növényvilágra, a szereplőkre, a növény, a, mi az a, mit tudom, felhőkre, mint ágakra, mindenre külön kell, és amikor megcsinálom a kompozíciót, vázlatosan, fekete-fehérbe kezdem összelopni a képeket, tehát nem is színesben nézem, felirakok egy réteget Photoshopban, hogy leszedjem a színeket, akkor már stimmelnie kell. És hogyha van egy nagyon jó gyűjtésed, nagyon gyorsan lehet, meg lehet ezt csinálni, mert nem kell keresgélni az interneten közben, miközben dolgoznál. Ezért én előtte mindig egy napot rászánok, hogy az otthoni képtáramat is átnézzem, és amit nem találtam meg, azt megkeresem az interneten. És csak akkor állok neki a munkának, amikor már azt érzem, hogy elég anyagom van ahhoz, hogy mondjuk a feléig eljussak. Tehát ez majd úgy alakul ki, hogyha sokat csináljátok, és akkor már érezni fogjátok azt, hogy mennyi kép kell ahhoz, hogy megcsináljátok azt a konceptet, vagy azt a matpaintet. Tehát azért az ember azt érzi, hogyha valamiben, amikor még nem lett volna gyűjtésem abból a kutasdroidból, akkor 5 percet rászánok és keresek egy csomót. És akkor lehet választani, hogy melyiket illeszem be. Az a lényeg. És nagyon fontos, hogy ezt fekete-fehérben kezdjük el. Az elején még mindenképpen, aztán később el lehet hagyni, hogyha már nagyon penge az ember, csak az egy 2 év volt nekem, mire el tudtam ezt hagyni. Hogy rögtön oda tudjam rakni jól. Igen. És akkor a végleges detailek, meg a színeknek a beállítása, azt már tök egyszerű úgy megcsinálni, hogyha már a kontraszt jól be van állítva fekete-fehérben, akkor már lehet detailezni, kicsi füstöt rárakni, plusz vizé, milyen fáfrányokat, meg mindenféleket oda a fatörzsekre, hogy ugye ott például hiányzott egy csomó detail a fatörzsökön, úgyhogy oda raktam hozzá egy csomó extrát, ilyen kis, hogy meg kicsit megtörjék ezt az oszlopszerűséget, mert nagyon, nagyon flat volt tőle a kép. Szépen felfestettem a highlightokat, a csúcsfényeket a droidkára, meg adtam egy kis plusz növényzetet az elejére. Ezeket a finomságokat már akkor érdemes rárakni, amikor már az egész nagy látvány az a helyén van. Csak ehhez nagyon sok gyakorlás és nagyon sok türelem kell, hogy ne akarjál rögtön beleugrani a detailekbe, mert én úgy kezdtem ezt el, sajnos néha, elég gyakran az elején, hogy gyűjtés nélkül elkezdtem Photoshop összedobálgatni mindent, és azt sem tudtam, hogy mit akarok csinálni, csak csinálni akartam, de hát nem volt meg benne ez a fajta fegyelmezettség, hogy akkor ezt végigcsinálom itt előtte, és akkor, hogyha ez megvan, akkor mehetek a következőre, mert hogyha nem csinálom meg, nem lesz jó, úgyse fogom tudni, mit akarok látni, mert nem volt erős kiccelve se a kompozíció, se a világítás nem volt kizálva, és hát akkor úgy, az olyan, mintha csukott szemmel lőni a célba, mert nem fog menni. Ez volt az első kör. Az első körből azt hiszem, hogy hát 800-an jutottunk tovább a 4000-ből. A csomám be sem fejezték, biztos nem volt idő, meg mit tudom én. Meg hát ugye ezt mellett leszelektált az álljelen, és akkor nagy boldogság, mert tovább jutottam következő kör. Na, a következő kör az egy olyan volt, olyan feladatot adtak, amit még sose csináltam előtte. Járműtervezés. Azt se tudtam, hogy így hogyan kezdjek hozzá, plusz még ugye melóztam mellette folyamatosan, tehát így el is volt 2 hét, 2 jármű. A briefben az volt, hogy kell egy 3D-s képet csinálni, és egy fullos látványtervet, amikor környezetben van helyezve a jármű. Hála Istennek! Na és akkor ez úgy indult, hogy utána néztem, hogy mások hogyan szoktak járművet tervezni, és hát akkor kiderült, hogy ilyen tehát ilyen kis skicképeket csinálnak hozzá, én is szépen előre skicceltem, és akkor a gépen megcsináltam ezeket nagyon-nagyon-nagyon vázlatos, ilyen nagyon egyszerű kis verziókat, 5 féle verziót csináltam, csak az most ide nem fér ki a másik, az utolsó az úgysem olyan jó, azt nem mondja le. Utána ez alapján kiválasztottam az elsődet kiválasztva. Nagyon fontos volt még az egész challenge-nél, hogy úgy kell újat alkotnunk, hogy a Star Wars univerzumban ilyen. Ugye akkor kezdődött el az új rész, azt hiszem a 7. részt akkor promozták, de az egész arra ment rám, úgyhogy még jobban megpromozzák a ébredő erő. Igen, az ébredő erőt. És úgy kellett végig terveznünk az egész majdnem fél évet, hogy végig belepasszoljon a régi univerzumba, a régibe csak is, nem az új, tehát nem a prequel trilógiba, hanem az eredeti 3 részben. És akkor ezt is úgy kezdtem, hogy végignéztem, hogy a lázadóhajók milyenek, hogy milyen dizájnelvek alapján épültek fel, és akkor az alapján csináltam meg az 5 verziót. És ugye kiválasztottam, hogy akkor az első lesz, és akkor csináltam egy nagyon vázlatos modellt a majában.
tényleg annyi voltam oddal, amit ott láttok, tehát ez pár poligon. És akkor szépen megcsináltam hozzá a kompozíciót, hogy majd nagyjából úgy fog kinézni, és kért még az elején egy kidolgozott két oldalas képet, hogy az elejét is lássuk, és hogy a hátát is lássuk. Nagyon fontos volt nekik, hogy teljesen kidolgozott koncepció legyen. Hát tök jó volt, még ugye sose csináltam ilyet, plusz még melóztam is mellettem, mondom, hát ez egy igazi erőpróba lesz, hát is az is volt. Szerintem még sosem szenvedtem így egy képnek az elkészítésén, mint itt, mert ez egy 12 órás műszak volt minden hétvégén, hogy ez elkészüljön, mert annyira más, amikor ugye hozzá vagy szokva mondjuk ahhoz, hogy tájképeket kell csinálni, erdő, hegyek, aha, és akkor jön egy ilyen, amit ki kell szerkeszteni. Tehát az összes textúrát rá kell pattintani úgy, hogy stimmeljen minden, a perspektíva, a színek, és akkor még lehet, hogy egy kis domborulat is van benne ott például ott a szárnyánál, és akkor azért azt így összerakni. Hát főleg úgy, hogyha még sose csináltad, ez nem kevés idő. És akkor még utána be is kellett pattintani egy full háborús környezetbe, ugye a tájvadászok, minden effektek extra is legyen a látvány, az is nagyon fontos, hogy eldobják az agyukat, meg még jól is nézzen ki. Úgyhogy kvázi 4 képet kellett leadni hetente hozzá, úgyhogy jó kis edzés volt. Az ilyeneket amúgy azért érdemes csinálni, mert a határaidat megtalálod mellette, hogy mégis mi az, amit mi bírsz és meg tudsz csinálni munka mellett, és ezek után, ezt megcsináltam 12 óra alatt azt a képet, utána már sokkal gyorsabban csináltam meg a benti melóimat is. Tehát ezt egyszer kell így megcsinálod, átbillensz rajta, és akkor utána már lehet szárnyalni. 2018 januárjában az ILM Challenge után felbátorodva én úgy gondoltam, hogy én csinálok saját magamnak egy full extras koncept sorozatot. Volt egy kis szabadidőm így, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor ezt most azzal töltöm el, hogy felturbozom az ást és oldalamat, és kitaláltam egy koncepciót, hogy ha már Star Wars-ba dolgoztam, akkor most már csak a Star Trek hiányzik, és akkor abban a szériában is fogok egy sorozatot csinálni, és akkor kitaláltam ezt a nagyon erős kontrasztos dolgot, hogy csináljuk egy olyan fertőzést, egy olyan, hát alapvetően gonosz dologként és csúnya dologként gondolunk ugye a betegségekre, meg az ilyen fertőző dolgokra, ami szép. Tehát ami gyönyörű szép, de mégis halálos. És akkor kitaláltam, hogy akkor ez a fertőzés, amit mondjuk így elkaphatnak emberek is, meg ugye az élővilág is, az legyen gyönyörű szép. És hogy majd ettől azt reméltem, hát ugye ezt mindenki egy ilyenre dönti, hogy mennyire sikerül, hogy ez egy olyan kontraszt ad a képeknek, amitől egy kicsit más lesz, mint amit így megszoktunk. És akkor nagyon sok kutatómunka után kialakítottam a színét, és úgy a formáját, hogy egyszerre legyen gyönyörű, de hátborzongató is így egyben. És hát ez volt a terv, és akkor ehhez csináltam 8 képet, 8 kulcskockát, ugye, ami ilyen nagy totálok, sztorimesélős képek, és hát azzal próbáltam meg elmesélni a kis történetet, amit kitaláltam. Jöttek a klingonok, minden, de ez az ártésen ott fent van, úgyhogy ezt meg tudjátok nézni, ott minden egyes képnél van vezetve a tervezési folyamat, az is nem hoztam ide, mert az ott fenn van, mindenhol meg lehet nézni bármikor. És amúgy itt ma a lépszedjek, akkor látszik, hogy először felépítettem az erdőt, volt egy nagyon vázlatos elképzelésem, hogy hogyan rakom fel a kristályokat, de hogy mennyit tud dobni rajta egy tök hétköznapi jeleneten, azt, hogy ugye, ha visszalépszedjek, akkor így fú, tehát így egy olyan szürreális látványt ad neki ez az egész, hogy nem is nagyon kellett extra elemeket kitalálni hozzá, mert bőven elég volt a kristály, amit így ráraktam. És már ott volt a science fiction. Mindenfajta űrhajó, meg robbanás, meg kék, mi ez, lens flare nélkül. Ja. És akkor, igen, és akkor, hát 2018, ez volt ugye 2018 eleje, 2018 nyár végén, szeptemberben felmondtam a Digicben, mert meghívtak egyekre. Projektbe, és akkor még úgy volt, hogy októberben kezdtünk, és hogy lehet a 30 napos felmondás, ugye fel kellett mondani szeptember elején. És akkor elkezdtem komolyabban karakterekkel foglalkozni, mert az ugye látszik a cuccaimból, hogy én főleg hátteres voltam, tehát környezetes, tehát mit tudom, hegyeket festettem főleg, meg űrhajókat, meg mit tudom én, tehát mindent, ami nem karakterrel lehető, legjobban próbáltam kikerülni a karaktereket, nem véletlenül, mert hogy hát nem nagyon volt hozzá megfelelő előképzettségem, hogy ezt így minőségben tudjam csinálni, és akkor most, hogy meghívtak a jelmezes részlegre, hála Istennek volt lehetőségem és indítatásom arra is, hogy jobban belemenjek a karaktertervezésbe, és akkor az egy hónapos felmondási időmet arra használtam fel, hogy
hogy minél több ilyen cuccot csinálják, meg kicsit elkezdjük újra karaktereket rajzolni, ruhákat, figurákat, pózokat, hogy azért mégiscsak meg tudjam csinálni a munkát, amit amúgy elhalasztottak 3 hónappal, de közben ugyanúgy tudtam dolgozgatni. Voltak megrendeléseim, hála Istennek, úgyhogy nem volt olyan gázos a helyzet. Az a jó abban, hogyha már ideje a szakmában vagytok, és hogyha van egy, mit tudom, egy 20-30 jó képetek, meg egy jó portfóliótok az interneten, hogy akkor jönnek majd az emberek. Tehát akkor már nem is kell nagyon erőlködni, csak ez egy olyan 5 év, mire ez így, nekem 5 év volt, mire ezt így sikerült elérnem, hogy már megkeresnek egy csomószor is. És volt olyan is, hogy már vissza is kellett mondanom a munkát, mert a főállása munka mellett, meg az egyébként is fusi mellett már nem fér bele több, de ez 5 év volt. És itt is, hála Istennek, az volt a szerencsém, hogy van egy visszatérő ügyfelem, aki rendszeresen évente egyszer dolgoztat velem, könyveket szokott írni, és akkor mindig én csinálom a borítóját. És közben neki dolgoztam meg, egy másik filmes projekten dolgoztam, ami úgy jött össze, hogy ott voltam egyeken, és akkor ott megkérdezte egy csávó, hogy mit csinálok most, és akkor mondtam, hogy semmit. És akkor kérdezte, hogy és akkor van kedved nekem dolgozni? Mondom, persze. Szóval, hogyha már egyszer ott vagytok, meg ott van a portfóliótok, mert ugye persze azt is lecsekkolta, hogy mennyire vagyok jó, rögtön küldeni kellett a portfóliót. Oké, tök jól néz ki, akkor dolgozunk együtt, és akkor már jött is a szerződés délután, és akkor tudtam dolgozni. Tehát ez a 3 hónapos kihagyás, ez arra volt jó, hogy dolgoztam a karakteres munkáimon, és így az összes olyan dolgon, amire a főállása munka mellett nem nagyon van ideje az embernek így kísérletezgetni, kicsit a festői vonalba elmenni, úgyhogy hát amúgy is tél volt, úgyhogy nem nagyon lehetett más csinálni, úgyhogy ültem a gép előtt, és festegettem, meg rajzolgattam. Erre volt jó, és akkor januárban meg elkezdtünk itt dolgozni. Elkezdődött a rendesen a munka, és hát most itt vagyok. Most a héten felkerültem az Art Departmentre, úgyhogy most már helyszíneket csinálok. Úgyhogy ez a nagy dolog, és hát én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. És akkor most jön a szokásos kérdés-válasz szekció, hogyha vannak kérdéseitek, akkor tegyétek föl bátran őket. Itt van a mikrofon, mehet körbe, és hajrá! Nekem az a kérdésem, mutattál egy képet még az elején, amikor itt dzsungelben menetelnek, és hogy az tisztán fotó. Igen. De hogy a fotós elemeket azért így felülfestegeted, meg adjustment layerek, meg mindenféle egyéb beállítások a fotón felül, igen, vagy... Úgy van, hogy beillesztek egy fotót, akkor általában 3 módosító réteg kerül rá. Egy a fényerőre, hogy ez attól függ, hogy árnyékban van, sütja nap, mit tudom én, kín van a köd mögött, a másik a szín, és ugye a harmadik pedig az, hogyha fölé kell festeni. Általában ezt overlay módban szoktam, mert ugye úgy lehet rá nagyon szépen csúcsfényt is adni, meg árnyékot is, és hogyha nagyon sok árnyékot kell rárakni, akkor meg multiply. Tehát az a legjobb erre. És ugye a réteg felépítésemben is előjön az, hogy dolgozom, hogy először fekete-fehérben. És amikor fekete-fehérben összerakom először a fotókat, akkor állítom be a fényt. Én általában levelzel csinálom, tehát nem a görbékkel, meg nem a brightness kontrasztal, nem levelzel, mert ott tudtok módosítani a gammáján is, tehát a középszürkéken, a feketéken és a fehéren is. Nagyon tök jó az az eszköz, tényleg mindent be lehet állítani rajta, 5 csúszka van rajta, azzal mindent el lehet intézni. És akkor utána jön fölé a színkorrekció, ugye, hogy bele ilyen a jelenetben, azt pedig color balanszal csinálom. Az is azért jobb, mondjuk, mint egy hue and saturation, mert a hue and saturation csak egy irányba tudjátok mozgatni a csúszkát, és az egész képre fog érvényesülni. Viszont a color balanszal 3 tónus tartományban, árnyékok, középértékek és csúcsfények, tudtok 3 csúszkát módosítani, hogy mennyire legyen kékes, sárgás, ciános, vagy nem is tudom, magenta, van még egy harmadik, most azt úgyis akkor látjátok majd, hogyha berakjátok, de a color balance a legjobb arra, hogy a szint módosítsuk. És akkor ott van fölötte az overlay, vagy a multiply, amíg meg a környezeti színekkel festem fölé, vagy alá. Tehát itt is ezen is van például, tök flat volt a fa, amikor beillesztettem. Ezt ugye nagyon le kellett sötétíteni, és az egyik oldala kapott egy árnyékot, mintha egy kicsit oldalról lenne világít, vagy legyen egy kis formája. Tehát, hogy meglegyen ez a kicsit gömbölyedett alapformája neki, ez a hengeres.
De csak ezt a szót nem szeretem, azért nem akartam kimondani. Tehát az, mikor olyan kommenteket kapsz a DJ-kben, hogy legyen plasztikusabb a, nem tudom, a kő, vagy a nem, akkor így egy idő után, és amikor ez ötödjére fordul elő, akkor így ezt a szót mindig kitörlöm így a szótáromból, hogy ezt valahogy próbáljuk meg mindig kikerülni, mert nem. Pedig tudom, hogy profi, meg minden, csak így. Legyen meg a teret. Igen, pontosan. Legyen jobb, tudod. Köszi. Én az adatbázissal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy, hogy azt részletesebben hogyan épített fel, hogyha szabad belekérdezni. Hát én úgy csinálom, hogy alapvetően három mappából áll a dolog. Van egy gyűjtőmappám, ahová, hogyha látok valamit az interneten, azt bementem. Mindenfajta rendszerezés nélkül. Gyűjtőmappa, azon felül van egy magas minőségű mappa és egy alacsony. Magas minőségűbe kerülnek azok a fotók, amikből majd építkezni fogok. A ilyen kis alacsony minőségűbe pedig azok, amik referenciának jó. Például egy nagyon szép naplemente, vagy egy nagyon szép füst, vagy egy nagyon szép színezetű kép, mit tudom én, egy fotóstól. Csak az a gond azzal, ugye, hogy mit tudom, 500x600 pixelbe tudtam leszedni, hát abból nem lehet építeni, hát abból nem tud csinálni semmit. Na és akkor a nagy felbontású mappa az, ami az igazán hát komplikált felépíteni. Erre rengetegféle módszer van, és amúgy a kollégákkal annól rengeteget vitatkoztunk arra, hogy ezt hogyan kéne csinálni. De én a saját mappámat úgy építem fel, hogy van két nagy csoport, a mesterséges környezet és a természetes környezet. A mesterségesbe kerülnek az épületek, a városok, a kocsik, a gépek, minden, amit az ember csinált. És ugye ezek is külön mappába kiszedve. Épületekben mondjuk lehet ilyen mappa, hogy középkori, modern, felhőkarcoló, kisház, mit tudom én, pajta, tanya, tehát logikusan meg tudod csinálni ezt, hogy szétszedjed a különböző témákat különböző mappákra, és akkor mit a hajók, vagy mi az a járműveknél ugyanez, hajók, autók, vonatok, repülők, űrhajók, mindent így szét lehet szedni, és akkor én azt szoktam csinálni, hogy az épített környezetes mappán belül van még egy olyan, hogy anyagok. És akkor az anyagokban vannak ezek a textúrák, amiket ugye befotóznak fölülnézetből. Tégla, mit tudom én, faburkolat, kavics, ugye kavicságy, mit tudom, és azokat tök jó, mert azokat így be tudod szórni aztán egy képbe, és le lehet belefedni egy egész környezetet, hogyha koncepttelsz így 3D-ben, és villámgyorsan be lehet őket torzítani úgy a térbe. Nagyszerű, főleg, hogyha szépen van befotózva. És akkor ott van a természetes mappa, ami nálam a legnagyobb mappa, mert abban van a legnagyobb gyűjtés mindig. És akkor abban meg csinálsz színeket, hogy hegy, folyó, mit tudom én, tenger, virágok, fák, mi van még? Felhő, ja, ég, és akkor égből van olyan, hogy naplemente felhő és naplemente felhők nélkül. Mi ez a repülőből készült felvétel, ez az aerial fotográfia, amikor ugye felhők felül van, és akkor is abból is van egy olyan, hogy napközben, meg naplemente, meg van éjszaka, ugye csillagos éjszaka, és akkor van olyan, hogy napközben, meg viharos felhők, meg minden ilyen szét van szedve. És ugye, hogyha csinálsz egy jelenetet magadnak, rögtön tud, hogy melyik mappába keresd ki, hogyha vihart kell festeni, akkor ott biztosan egy 50-100 fotó, akkor csak találok valamit, tudom, hogy tudok használni. És akkor a virágokat, vagy mi az a növényeket szoktam én még úgy rendszerezni, hogy fák, bokrok, és akkor a fákon belül van trópusi, meg mediterrán, meg fenyőfa télen, mediterrán erdő télen, úgy amikor le van dobva a lomb, meg mit tudom, dzsungel felülről, dzsungel a fák közül, meg ilyen. És akkor a növényeknél meg ugyanez. Virág, milyen virág, mit tudom, a sivatagi virágok, trópusi virágok, meg húsevő növények, meg ilyen mindenféle. Kaktusz, igen. Az is van. Meg kaktusz, halott, nem a halott kaktuszos mappán van, amikor tudjátok, ki van száradva, és akkor már csak a váza van meg. Nagyon tök jól tudnak kinézni, főleg, hogyha egy ilyen science fiction erdőbe berakod a háttérbe, és ilyen brutálisan más atmoszférát ad az egésznek, hogyha ilyen tökre kifacsartan használtok dolgokat, amit így nem is gondolnád, hogy ebből lehet, mint tudom, erdőt építeni tüskéből, de tüskéből is lehet erdőt építeni, csak szépen be kell rakni a háttérbe. Kicsit fölé kell festeni, és akkor nem tűnik úgy, mint hogyha a kicikéből húztad volna föl nagyra. Ennyi. Csak kicsi detailt kell elrakni. Hát, nagyjából így. Logikusan. Ja, meg van egy külön mappám most már a karaktereknek,
és akkor a karakterek meg úgy vannak szétszedve, hogy három csoportban, férfi, nő és tömeg. És akkor a férfiben van mit tudom, középkori ruha, science fiction ruha, meg tökre mai ruha, meg arcok, meg pózok, és így, ez van így. És akkor ebből a három vagy négy szekcióban már mindent meg lehet csinálni, főleg, ha már van 60-70 gigányi képet. Csak arra kell figyelni, hogy mindig legyen három helyen lementve, hogy nehogy elszálljon az egész adatbázis, mert ugye az kényelmetlen, hogyha újra kell csinálni az egészet. És lehet amúgy venni interneten csomagokat, ilyen, mint tudom, 5-10 dollárért megveszel egy csomagot, és akkor nem kell menni Izlandra, hanem megkapod a csomagot, és tudsz belőle dolgozni. Persze. Igen. Nagyon fontos, hogyha én valamivel már mondjuk elszoborozok 3 órát, hogy körbevágjam, abból lesz egy külön pengés, akkor azt is ki kell menteni. Utána már csak így be kell dobni a Photoshopba, meg be kell fényelni, és kész. Hát ebből van egy... Amikor unatkoztam és nem volt munkám, akkor sok ilyet csináltam, hogy elmenjen az idő. És egy csomó olyan ilyen húsevedővényem van, meg levelem, meg fám, amit is szépen körbevágdostam, és azok ki vannak mentve. És azokat már lehet így használni egy-egybe. Nagyon jó az időtöltésnek. Csak a szemetek így tönkre megtörő, mert úgy kell fókuszálni végig egy helyre, hogy ilyen fel kell állni óránként, mert különben ilyen tényleg így kifolyik az ember szeme. Szóval az én kérdésem az lehet, hogy fura lesz, hogy láttuk azt, hogy honnan indultál, és hogy tanultál így rajzolni, nagyon erősen próbáltad ezt nyomni, ezt a vonalat, és ugye amit most csinálsz már egy jó ideje, az fényképek felhasználásával képek készítése, amik megőrző képek, de mégiscsak fényképeknek a felhasználásával. És az ennek a kérdésem, hogy ugye vannak ilyen virtuóz rajzolók, mint az a Kim Jung-gi, aki nem tudom ismered-e, hogy mennyire elégít ki ez az egész, amit csinálsz. Tehát azt értem, hogy mondjuk fontos nagy projektekben veszel részt, és ez így jó érzés, de hogy mennyire szeretné megtanulni jobban rajzolni, vagy festeni, és tehát ez érdekel, egy személyes vélemény erről. Ez tök jó kérdés, mert amúgy ezt akartam is mondani, csak szerintem elfelejtettem közben mondani. Amikor én elkezdtem ezt az egészet, akkor mindig azt nyugodott le, amikor megnéztem egy filmet, és tökre elhittem azt, hogy amit látok, az igaz, mert úgy nézett ki, mintha igaz lenne, amikor mondjuk ott repkednek a bolygók között az űrhajóval, vagy kimennek egy ilyen tök alien bolygóra, és akkor ott sétálnak az erdőben, és elviszed, mert úgy csinálják meg, mintha élő lenne. És amikor én elkezdtem rajzolni, nagyon sokat kísérleteztem, főleg amikor még nem használtam fotókat, hogy tudnék olyasmit csinálni, amit elhisztek az emberek, és hát nagyon sokat güriztem, meg görcsöltem így a gép előtt, de rájöttem, hogy nagyon-nagyon-nagyon ügyes lehetek, nagyon-nagyon virtuóz, de nézegettem a többi embernek is a munkáit, és hogyha csak ecsettel dolgozom, akkor nagyon sok idő alatt sem tudok egészen olyan dolgot csinálni, amit én szeretnék látni, tehát hogy az ember teljes mértékben elhiggye, hogy ott lehet, hogy az létrejöhet. És ezért döntöttem úgy, hogy hát akkor ezt így át kell valahogy gondolni, és akkor meg szembe jött velem Dylan Cole, nem tudom, ismertek-e Dylan Cole munkásságát, ő nekem a nagy a léc, amit így meg kell közelíteni, és rájöttem, hogy így, aha, akkor ez az irány, ami kell, mert nagyon szép dolgokat lehet festeni kézzel, Photoshoppal, plusz rárakni egy kis textúrát, de például egy erdőt nem lehet megfesteni úgy, hogy azt az ember el is higgye. Tehát, hogy abban mindig, amikor kézzel festesz valamit és az agyadon átmegy, akkor akarva-akaratlanul stilizálunk. Tehát nem tudunk olyan változatosságot létrehozni, mint a természet. Mert amikor elkezd nőni egy erdő, vagy csak a kertet nem tartjuk karban, akkor ott annyiféle növény és annyiféle irányban nő a fű, amit így aggyal szerintem nem lehet megcsinálni így önmagatoktól. Vagyis hát nekem nem megy, én nem tudom, nekem nem megy soha, és sosem voltam elégedett azzal, amikor görcsöltem, hogy valami véletlenszerűnek tűnjön, de sosem lett az. Mondjuk egy sziklafestésnél is. Nagyon sokat görcsöltem, volt egy korai munkám között egy ilyen tavas, sziklás rész, és megpróbáltam kézből kifesteni, és hát így elnéztem, és így 15 órákat ültem fölötte, így több hétig, és így hát ez így nem lesz az. Sosem lesz az, amit így szeretnék, úgyhogy el is hagytam. Engem ez az, Tehát ez kielégít téged, és sosem akarnám mondjuk egy ilyen stilizáltabb, vagy
tehát más gondolkodás mentén levő világot alkotni, vagy rajzban fejlődni többet, vagy festészetben, hanem neked ez úgy érzed, hogy csak az, hogy ezeken a projekteken dolgozol, és mondjuk hihető és ütős képeket csinálsz, ez így oké. Okay. Csak érdekel, hogy... Egy dolog van, amit kipróbálnék és amit fejlesztenék, az a rajzfilm, amiben dolgoztam, azzal a gyönyörű szép régi módi vízfestékes stílussal, ahogy azt festettük, meg ahogy azt rajzoltuk, na azt egy kicsit még majd meg akarom nyomni később, ha majd lesz rá időm, mert az valami olyan nagyon más, és olyan gyönyörű szépen meg volt csinálva a kis falombokkal, a kis mindennel, hogy ez az egy, ami így nagyon tetszik, de amúgy ez a, nekem ez a nagyon, hát ilyen, hogy is mondjam, puhácsetes festés, hogy ilyenek, az nekem így valahogy sosem nem volt így a nem is tudom, a vágyam, vagy hogy mondjam. Nem erre gondoltam konkrétan, de... Hogy fejlődni rajzban, vagy? Hát, hogy nem, tehát ez a képi világ, ami kell. Hát igen, ezt nem teljesen kényszerűségből vettem fel, hanem mert ez fogott meg, igen. Az meg egy másik pozitív hozadéka, hogy így sokkal könnyebben lehet dolgozni. És ugye, hogyha filmben dolgozik az ember, akkor meg az, amit elvárnak, tehát ott fotogassálni kell. Mert ott van, hogy 4 óra alatt kell megcsinálni egy képet, és akkor meg lehet próbálni. Hát valaki biztos meg tudja csinálni kézi festékből, én nem tudom megcsinálni. Vannak biztos nagyon sokkal pengébb emberek nálam, ez Pózi Head, de én nem vagyok még olyan penge. Bocs, nem akartam próbálni. Ja, nem azért. Csak kíváncsi voltam tényleg, hogy... Ez lesz az utolsó kérdés, vagy... Nem, van még idő, úgyhogy jó. Azt mondtad, hogy eléggé sokat kellett autodidakta módon tanulni. Tudsz olyan művészeket ajánlani, akiktől érdemes ezt a metvényet, de ezt a magas szintű realizmust tanulni? Hát, akit mindenképpen ajánlítok, az ugye Dylan Cole, hogyha neki a munkáit is megnézed, nekem nagyon sokat segített, amikor hát valami rosszul sikerült, és nem értek ugye a kommentek, akkor megnéztem, hogy a hasonló képét azt hogy csinálta meg hogy komponálta, és akkor összehasonlítottam a kettőt, és így aha! És akkor ott van mellette még Yannick Dussault, ő is egy nagy öreg, ő is még a régi Star Wars-okon dolgozott, nagyon penge, és ugye ott van Ralph McQuarrie, aki még akvarellel festette akrillal festette a medpainteket idegilapra, és akrillal olyanokat festett, amit én most így fotogassal nem tudnék megcsinálni. Ezt érdemes megnézni, és hát a maiak közül is most nem jut eszembe hirtelen így külön ember, de ja igen, Max Rees, nekem ő egy nagy kedvencem, így hogyha rákerestek, ő a Star Trek Into Darkness-en volt konceptes, és Matt Painten is elég jól tud neki érdemes a munkáit megnézni. Azt is nem is fent van. Szerintem így elsőbbik le. De Max Rees nagyon jó. Meg ő 3D-zni is nagyon pengén, tehát úgyhogy így szívás is. Lenne még egy kérdésem. Volna a kedved ezt a tudást mondjuk valamilyen más formában továbbadni? Láttuk, hogy mondtad, hogy van 3D totálon egy tutoriálod, hogy emellé mondjuk Gumroad formájában vagy akár iskola rendszeri. Hát én úgy vagyok ezzel az egész dologgal, hogy ugye én az internetről tanultam tök ingyér, úgyhogy hogyha én valamilyen tananyagot csinálok, az ugyanúgy tök ingyér lesz fent a neten. Tehát én azért nem fogok pénzt kérni senkitől, meg bárkinek elmondom, hogyha van kérdése. Ez így már nagyon a korai fázistól kezdve így van, hogy én elhatároztam, hogy én ezért sosem fogok pénzt kérni. Tehát ilyen fizetős kurzusokban nem fogok belemenni. Csináltam is amúgy 2 videót, fent vannak a neten. Az egyik 3 perces, azt hiszem a másik talán 5 perces, ahol végigvezetem így a medpaintet. Anélkül, hogy én bele narrálnék, csak megjelenő feliratok vannak, és a munkafázisok illusztrálva. Nagyon sok idő volt megcsinálni azokat a videókat, olyan elég új rendszerrel vannak megcsinálva, de azok is fent vannak amúgy az ástésemre, és a 2 projekt alatt, amihez csináltam, fel is lett rakva. Azokat érdemes megnézni, megmondom, ha kérdés van. Én nem akarok ebből pénzt csinálni, hogy ezt a tudást, amit én is ingyen kaptam, azt én pénzé alakítsam, mert... Nem.
Nekem egy technikai jellegű kérdésem lenne, hogy jó, gondolom, hogy a Google ami képeket kidob, az van előtte, de például ilyen HDR-i képeket használsz-e főleg fényelési szempontból háttereknél? Tehát, hogy minél nagyobb bitmélységű képeket használsz-e? Hát általában 8 bitbe dolgozom. Nagyon-nagyon ritkán dolgozom 16 bitbe. Ugye, mert az gyilkolja a gépet is, meg hogyha csináltok egy képet, ami az internetre megy fel, az most valószínűleg úgyis 8 bitbe fog felkerülni, úgyhogy a produkciókba kell néha 16 bites képeket festeni. Volt egy olyan munkám, egy olyan hátteres munkám, ami 16 bitbe kellett festeni. A végleges produktumon nem látszott, de amúgy nagyon ritkán, hogyha saját fotókat használok, azt nagyon ritkán lementem 16 bitbe, de egyébként általában 8 bites képeket használok, mert a Google-on kívül nagyon sok fényképet saját magamnak csinálok meg. Tehát elmegyek, nyaraláson gyűjtök fotókat, és nyaralásokból általában úgy jövök haza, hogy hát minimum, hogy 500 000 képet hozok haza, és akkor azok, mint tudom én, hegyek, növény, ház, esetleg ha van, akkor itt tudom én, szép, mit tudom, lovacskák, vagy ami ott volt, amit ott le tudtam fényképezni, akkor azt így hazahozom. És akkor, ha nagyon-nagyon jó, ha tényleg nagyon penge, meg hogyha nagyon sok mindent ki lehet belőle húzni, akkor kerül 16 bitbe, de amúgy, és én a HDR-it azt azért nem szeretem annyira, mert magát ugye a HDR-i fotográfiát, mert olyan van benne egy kis, nem tudom, azzal, hogy teljesen ki vannak egyenlítve ugye a fényértékek, minden tökéletesen exponálva, ilyen a valóságban nincs, és ugye amikor én csinálok valamit, akkor inkább a valósághoz közeli dolgokat szeretném csinálni, tehát akkor a fényeket is úgy állítom be, ahogy úgy nagyjából meg lehetne fotózni. Esetleg, mit tudom, egy-két plusz lámpával, de úgy nagyjából realisztikus legyen. Nem technikai kérdésem lenne, már egy gimiskorod óta látszott, hogy ilyen iszonyatos munkabírásra dolgozol, és azóta is arról beszélsz, hogy hát még akkor egy 12 órás sopítik beleállt a naponta melóját, hogy aki ennyi mindent bele tud tenni, annak mi kell ahhoz, hogy ezt a tracket így ennyire bele tudja tartani, illetve ezt hogyan tudod összeegyeztetni ilyen nem szakmai szerelemből áradó, nem tudom, ilyen csodálatos munkavégzéssel, hanem egy család, barátok. Mi a recepted? Mert szerintem volt valaki elhangzott, hogy sörözés megszakított a flót, és hát ez sokunkat szerintem már megkísérkodtunk. Úgy volt nálam ez, hogy amikor a nagyját tanultam ennek, tehát a gimiben, akkor körben nem nagyon buriztam, így. Nem. Mert ugye általában az ilyen kis művész emberek, azok a kiközösített érába tartoznak így az is iskolában, és hát általánosban még én is nagyon kiközösített voltam, aztán gimiben hát így pozíciót váltottam, és akkor így egy ilyen köztes állapotba kerültem a menőlányok és a bénalányok között, úgyhogy így soha nem tudtak besorolni, úgyhogy inkább mindenki békén hagyok, meg én se nagyon zaklattam őket, és akkor inkább otthon rajzoltam, és aztán mikor OK-ra bekerültem, akkor kezdtem el ugye hát felengedni, mert ott olyan emberekkel voltam együtt, akik hasonlított, hát jobban hasonlítottak hozzám, mint a gimis osztálytársaim, és akkor már elkezdtek jönni a munkák, és amikor elkezdtek jönni a munkák, akkor éreztem azt, hogy jó, na most akkor lehet pihenni, és akkor behoztam azt, amit így két év alatt így kihagytam. Még mielőtt elkezdtem volna dolgozni a rajzfilmben, tehát így az volt 2013 októbertől 2014 januárig, ugye amíg el nem kezdett a film, akkor azért kicsit kiengedtem, és akkor utána, miután vég lett a filmnek, és még mielőtt bekerültem a Digiben, akkor meg aztán kilettengedve, és akkor aztán behoztam azt, amit 4 évig nem buriztam így a gimiben, azt így sikerült bepótolni. És amúgy meg nagyon fontos, hogy csak úgy lehet ezt csinálni, hogyha a rendszer van mindig. Például mostanában ugye ez egy nagyon megterhelő munka, 10 órát dolgozunk egyeken, plusz én 1 órát utazom, szerencsére csak 1 órát, mert kocsival járok, de ez egy 11 órás műszak. És hogyha nem fekszem le 10-kor, akkor nem bírok felkelni másnap 6:30-kor, és akkor nem tudok dolgozni. És akkor ez úgy van most összeegyeztetve, hogy a puli, mit tudom én, havonta egyszer. És csak egy nap, tehát hogy csak pénteken vagy szombaton. Tehát olyan már nem nagyon van, hogy pénteken és szombaton. Tehát meg lehet csinálni, csak hát szűkösen kell beosztani az idődet. Így, ez a...
én abszolút fel voltam készülve arra a válaszra, hogy feltáltad az időgépet, vagy hogy totálisan belemásztál a sok világába, és nem mutatták neked a tér és idő tempomához a bejáratot, de gratulálok. Az a lényeg, hogy mindig időben kell feküdni. Ezt a lényeg, és hogy nagyon durván be kell osztani az embernek az idejét. Tehát, hogyha mondjuk van egy fusim, akkor sokszor van az, hogyha mondjuk pénteken nincs buli, akkor szombaton 8-12-ig azt a 4 órát nagyon megtalom, és akkor mit tudom, megcsinálom a fusinak a felét, akkor kiküldöm az ügyfélnek, és akkor megint egy hétig nem nyúlok hozzá, mert mire megjön a feedback, az egy hét kb. És akkor lehet menni szombat este bulizni, és akkor vasárnap meg mondjuk alszom. Tehát így be kell osztani az időt, és akkor meg lehet csinálni. Így. Köszönjük. Azt szeretném kérdezni, hogy volt szó, hogy most karaktereken dolgozol meg kosztümön, hogy erről egy kicsit többet beszélhetsz-e? Tehát, hogy így szabad-e valamit még mondani róla? Meg hogy milyen volt itt, hát ilyen kvázi éles váltásért jelen dolgozni? Hát a váltás az nagyon ijesztő volt, mert úgy kellett belecsöppennem ebbe. Próbamunkát kértek tőlem az első interjú után, és hát úgy 4 évig nem rajzoltam karaktereket a próbamunka előtt, úgyhogy így leültem a gép felé, meg így a kis noteszembe, átnéztem a régi trokéimat, és így megpróbáltam összehozni valami elfogadhatót, így egy nap alatt. De ugye egy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon képregényes, kartonos kis, ilyen kontraposztos csaj lett egy sima overallban. Ennyit tudtam nekik összehozni, de ez már nekik jó volt, mert az rányok nagyjából stimmeltek, ugye ezt azért lecsekkoltam, hogy ne legyen túl nagy a fejem, meg ne legyen túl hosszú a karja. És akkor így bekerültem. De azt tudni kell, hogy ezt a munkát úgy csináltuk, hogy van egy tervezőnk, egy olasz tervező, akinek vannak ötletei. És ő leskipceli az ötleteit ilyen tollal, vagy mit tudom, egy ceruzával, és odajön hozzánk, és elmondja, hogy ez itt van a ruha, ezt kéne megcsinálni egy kicsit jobban, ugye textúrákkal, fénnyel, kicsit fotorealisztikusan, de itt a tervezés feladata az nem rajtam volt, tehát én csak kvázi kifestettem azt, amit ő kitalált. És ugye ehhez annyi kellett, hogy odaadta a referenciákat, mit tudom én, ilyen telepeseket kellett csinálnunk, megkaptuk a referenciákat, összevagdottuk nagyjából a ruhát, ugye meg volt a póz, fölé festettünk egy csomót, itt nagyon sok fölé festés volt, mert csomó mindent így kézből kellett ráfesteni, és akkor ő jött így, óránként jött és megnézte, és akkor mindig mondott valamit, hogy mit javítsunk rajta, mint a keze furcsánál, a galéria furcsánál, a feje furcsánál, a feje nagy, és akkor azt akart csinítani, meg ilyenek voltak. És akkor nagy nehezen, ha elkészültünk, akkor volt egy képünk, kiraktuk szépen a falra, és akkor jött a rendező, és mondjuk azt mondta, hogy hát neki az egész világ az így. Vagy tetszik, vagy nem, és akkor vagy újrakezdtük, vagy nem. Így nagyjából így. És amúgy, amikor ugye volt a 3 hónap kihagyás, mikor eltolták a projektet, azt én arra használtam fel ugye egyéb munkák mellett, hogy egy kicsit visszahozzam a karakter rajzolós így tudásomat, vagy hogy ismerje a tudásomat, akkor egy kicsit összeszedtem magam, de az eleje az nagyon, nagyon ijesztő volt. Köszi szépen! No? Még én kérdeznék akkor, hogy így a színekkel kapcsolatban neked van valamilyen workflow, vagy esetleg munkáid során kapsz olyan utasítást, hogy a színekre valami konkrét referenciát vagy színpalettát kell használni? Hát ez nagyban függ attól, hogy éppen kinek dolgozom, mert ugye többféle megrendelő van. Van olyan megrendelőm, aki mindent rám bíz. Én választom ki teljes mértékben a napszaknak a színezetét, az összes elemet, és van olyan megrendelőm, aki viszont minden egyes pixelt szeretne megtervezni a képen, és akkor így teljesen meg van kötve a kezem, és igazából csak végrehajtom azt, amit ő kér. Például most, amit csináltam, egy helyszíntervet a sorozaton, ott igazából azt csináltam, amit így akartam. Azon kívül persze, hogy megmondták, hogy hol legyenek az ágyak, meg a mosdókagyló, meg a lámpa, én állítottam be a színét, mert én mondtam meg, hogy én találtam ki, mondtam nekik, hogy mire gondolok, hogy milyen falfesték legyen, egy kicsit feldobjuk az oszlopokat, de amúgy ez a ritkább, aki hagyja, hogy azt csinálom, amit akarsz. De amikor saját magamnak dolgozom, akkor én nagyon szeretem ezeket a déli napfényes, vagy nagyon magasan áll a nap, tehát az ilyen nagyon éles árnyékos, nagyon-nagyon hát ropogós képeket. Én nagyon ritkán dolgozom például ködös atmoszférával, vagy naplementében. Ja, hát itt is dél van nagyjából, úgyhogy igen. Jó, de hát ez csak ilyen
kifárolgás a vízből, de most igen, hát Neo így becsúszik. De ez az ilyen, csomóan csinálnak ilyen esős képeket, tudjátok, hogy ilyen nagyon szürkés az atmoszféra, meg ilyen nagyon kevéske éves fény van. Hát én jobban szeretek napfényes dolgokat rajzolni, azt így valahogy. Nehezebb kiszerkeszteni néha, de én jobban szeretem, amikor szép, szép ragyogóak a színek, jó sok élénket. Úgyhogy ha magamnak dolgozok, akkor általában olyasmiket csinálok, amiket szeretek nézni. És így preferencia, hát így, amit így, amit látok egy szép képet, és az akár inspirált arra, hogy megcsinálok egy jelenetet. Egy csomószor az, hogy keresek képet valami máshoz, melóhoz, találok egy olyat, amit így meglátok, és így hoppá, valami még lehet valamit tök más csinálni. És akkor azokat lementem, és akkor később lesz belőle egy koncert. Így. Nincs preferencia, csak legyen szép, színes. Ennyi. No, hát eljött az idő, hogy be kell fejezzük ezt a részt. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, úgyhogy kapsz egy kis olyan egyébként az Art Network-től, kis Art Network-ös bort. Úgyhogy... Köszönöm.